Ez itt kinek ismerős? 10 hónapos Bence. Kis cél. Tényleg? Rosszok elköltöztek a városból másfél hétre, csak szólok. Na lényeg az, hogy itt nagyon sokan, nem nagyon sokan, nem itt beszélgettünk a többiekkel, hogy valójában milyen autók legyenek. De mivel az előző RP-t folytatjuk, így maradtak ezek a fehér pérendszámos autók, amiket tudni illik, senki nem állít meg. Legendák voltak. Úristen, bazd meg. Tehát amikor itt voltunk, hadd szóljon a Mise kicsit. Azt a kurva. Kurva életbe. Megy a gózos, megy a gózos kanizsára. Kanizsai állomásra. Hello, a masinista. Ki a gózos, igazi csak. Itt nem jó, bazd meg. Nem jó. Követ. Azért ne legyen üldözés, mert akkor jön több egység is. De még nem szedett ki. Korai lenne kicsit. Ez ki fog. Hát, jó van. Szóval a lényeg az lesz, hogy én most elmegyek az NNIHQ-ra. Vételezni fogjuk azt, aki annó az ügyünket rendezte. Én ugye most be vagyok maskarázva, szemüveg, faszom tudja, minden lófasz. Telefonszámot fogunk cserélni, ha minden igaz. Nem biztos egyébként, lehet, hogy lebukok minden szart, majd kiderül. Csak nem már. Csak a lényeg az, hogy sietni kell, mert előbb-utóbb fel fog azt tűnni a rendőröknek, hogy a 11-es egység kurvára nem csinál semmit, kikapcsolta az MDC-t, stb. Tehát ezt most gyorsan kell megcsinálnunk. A rendőrautó valójában erre az egy szituációra kell, ami most az elkövetkezendő körülbelül egy fél óra, nagyon maximum egy órával lesz. Annyi baj legyen egyszer. Várjál. Most tényleg most vételeztétek, bazd meg? Most rádiózott? Bazd meg, igen! De jó, hát ez ennyi volt. Egyébként ezt pofáztam eddig. Na. Basszus. Köszönjük az ESP-t. Nem mondtatok semmit. A Merkecske az most teljesen más karakter. Ezt mi megoldjuk. Beszélve. Jó. De én rendőrautóval nem fogok arra fele mászkálni. Jó. És hol van az M3, amit hoztam? Ez is nálad van, Dylan? Igen. Nem látszik semmi. Ja, Evelyn. Hát azt nem tudom, Geri.
lófasz se látsz, hogy itt esti fénybe. Várjál, oda leugultatom. Dobok egy zigit. Hát, velünk nagy RP-k lesznek, vagy... Na, benn vagyok. Nem, majd csak. Helyreállnak a dolgok. Folytatni. Asti. Na, ez HCRP. Geci, azt látod ott? Láttad el itt? Mióta, Brian? Jót húz ez a bar, amit nem mondja. Ugye? 148-a. Csülsz hagyra. Adtam ilyen portál meg. A kerékdőlés? Ez a, az a stance. Hol vagy már, narancs? Megyek, csak csúszik a 750. Jaj. Nem kell belemenni a vízbe. Gringo. Andi nem. Ezzel... Jól van. Nem is vártunk ebben. Ebből tudod, mi lesz este, Dili? Hóó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 ó
Mondom, mert éjszak. De olyan szépen mentél bele, mintha kötelező lett volna. Hát... Aaaa! Nagyon csúszik! Ezt nem tudom! Vízbe estetek? Igen. Mondom, mert éjszaki részén. Robika, te mi a f... Nem látlak titeket. Tengerpartnál. Robika már mindjárt megcsinálja a dolgot. Ja, a lakókocsi. Jó. Kocsi. Megyek. Geci! Leó, vigyázz Robi, ne, vigyázz Robi! Robika! Robika! Az meg lesz. Ott van a helyét, ott van. Vigyél, megyünk az M3-ért. Jó. Mennyi? Meg még gyere, Neszkó, te! M8-ért. Gyere, gyere. Hova? Ja. Gyere, mert te tudod vezetni, és akkor Arzenél visszajössz. Vagy akkor maradj, igen. Ja, én nagy kaliber miatt. Övet, csak... Milyen hírvívő. Akár felhívod telefonon, akár ott hagysz valamit. Én pont azt szeretném most, hogy csinálunk róla egy kis rövidke felvételt, amit átadunk, hogy tudják azt, hogy nálunk van, vagy hogy kinél van. Dylan tudja, mert el. Igen, én meséltem megy az neki. Jó. Estéken keresztül. Neszkóval nagyon sokat beszéltünk, meséltem, mi mit tud. Mitől milyen lesz az ember. Az flagma volt, ba. Justin a robbangató. Terrorista. Nézd meg! Nézd meg! Majdnem megkóstolta a Chase Foster. Most is Molotov koktélt. Kicsit megettem volna. A kis Sunrise koktélt, a kis Sex on the Beach koktélt. Sex on the Beach. Yes, sir. Now, I'm driving, you know. Yo, man!
Minek kell? Az a baj, ha nézi valaki a live-ot, akkor fog előszaladni, amikor Robika kiszáll. Elbasztom jó itt. Akkor kapja be. Lövöldöztem már, Marete. Robber, vidd el a faszba. Itt van, be is van indítva. Be van indítva. Jajajajajajajaj. 760, az jó. Ez így nagyon jó. Káncs, igazad van. Nem hívok a szem. Mi egyet megülsz a másikat, meg elrabolod? De a sofőrt kell. Hát azt, azt lőd meg a jöld. A másik meg akkor onnan, a free. Mi a fasz? Oda vitte honvédségre, nem? Vagy ott nem? Volt eddig. De várjál, hallod? Nyilván ott jegyezzük meg, hogy melyik idő, bazd meg. Akkor mindjék így. A 407-es a srác. Sétálj ki belőle. Perel aztán... De ahogy bazd meg, Iván ott adjuk oda neki. De miért vettétek el? Miért jóba mentek? Ha már mennek a izé harmadik helyre, nem? Hát menekülünk kell, ja. Jó, csak oda ne húzzatok senkit nagyon. Hát nem húzunk. Narancsnak a telefonját nem adták vissza? De írtam most így. Ja, vetkőz, dobálj ki mindent. Ja, a telefont az dobi. Ma is hajnali fogadások lesznek? Várj, nem jön. Mi rakjak oda egy kukát, hogy kidobja, vagy vagy mi? Mert hát, szerint kibaszta, nem? Igen, ablakon kidobja. Várj, még nem, még mennyi? De mindegy, hát már állj meg. Gyors leérpézed, full pucérre. Levetkőzöl és kibaszod a kukába a telefonokat. De kurva jól néz ki, bazd meg! De kurva jól néz ki! Úristen! Kibaszott jól néz ki! Közben a tervünk... A tervünk folytatódhat tovább. Hé, papírt! Útlevél! Tegnap ezért nem volt stream amúgy, mert ezt az alagutat ástuk. Igen. Most a lényeg jön. A napfép. Van neki kis romáren számú. Winterek. Hát hiába mondta az. Egyáltalán amúgy. Menjünk kicsit partizni. Jó, aki nem képes RP-zni, az kimaradt nyugodtan, de én nem leszek kint. Mindenkit egy helyre, középre. Mindenkit középre. Ha nem szuperadmin csinálná ezt, már rég kórház előtt lennétek. Amúgy nem, mert tehát senkinél nincs fegyver. Senkinél nincs fegyver. Alaphelyzetben, hogyha valaki nyom egy ilyen 1-2-3 hetes, úgymond egybefüggő RP-t, minden további nélkül megcsinálhatja. De olyan, hogy most a haverokkal azt gondoljuk, hogy elrabolunk valakit, majd túlszulejtjük a diszkót, az nem játszik. Tehát ez csak olyan esetben, hogyha egy ilyen szintű... Nem ez a lényeg, hogy itt most túlszulejtettünk. Ez is egy lényeg, mert ez egy kapaszkodó. De most gondoljatok bele. Van egy Ivánunk, ami most el van rejtve, és nem tudják, hogy hol van. Van egy 40 darab, 30 darab túszunk, amiért kérni fogunk valamit. Na de mit fogunk kérni érte? Azt tudjuk, hogy megyünk el. Tehát itt egyébként teljesen más lett volna az egész mai nap témája, de így a jó, hogy... 5-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 5
Getty egyszerűnek tűnik, várjál. Amúgy igen.
Csak így simán elmegyünk. Ez nekem fura, hogy nincs itt senki, bazd meg. De van hely a vezérezredesnek pluszba? Hányan vagyunk? De miért kellene neki? Biztosíték. Nincs biztosíték. Ott hagyjuk a túszt, így volt a megállapodás. Nem kell biztosíték. Ott van Ivanu, mint biztosíték. Jó. Felelőnek akkor ő éjjel van. Abban a házba szavartak meg. De nem, mert ott vannak. De nem zártátok be a házat? De. Belet zárva. De mi? Nem zártátok be a házat? De mondom, most néztem vissza a logon. Belet zárva. Ez lehetetlen, az arra a helyre nem tudott senki. Nem meg kell kérdezni, hogy lett kinyitva ennyi. Gondolom, fogaszták az ajtót. Azt nem, oda soha nem követtek. Ez hogy? Nem láttak sehogy, ahogyan onnan elvünk. Nagyon megy fel a bitrét, srácok. Nem jó, Digi. Paket lassz megy fel, ugye. Én ennek örülök legjobban, hogy nem lövöldözés lett a vége, hanem megfogtak. Milu, gyere már be teljesen, mondd már el, szerintem itt a nézők is kíváncsiak rám, mondd már el, hogy a rendvédelem részéről mi volt így az egészről, a véleményetek, mit csináltatok, stb. Tehát... Várjál, bátyát, nem basszák szét. Valamit mesélj nekünk. Na szép, jó ez. Na csá. Sőt, ki is nyomom addig a zenét. Milu, most mosolygok, mert bejöttem, Milu, most mosolygok. Dylan, azt kell csinálni, amit a kolléga írtotta az anyúson. Hát, a tipp is megetted, Dylan, itt nincs semmi. De mit csináljunk? Igen, Abril. Leírtam IC. De mi mit csináljunk ott? Hát oda kell elítve. Na, Milu. Hát de nem megyünk át a határon, hát le van zárva. Na. Hát de a határon át vagytok jövve. Ja nem, mert vissza. Nem, hogy mennek élnek, de teljesen feleslegesen amúgy, na mindegy. Igen. Milyen volt ez az egész a rendvédelem részéről? Megmondom az őszintét. Ugye az elején elindultatok, ott nem volt semmi érdekes. Az elején még úgy is éreztük, hogy jól van, fölényben vagyunk, stb. Viszont érkezett az a nap, amikor volt ugye a túszos csere. Hát... onnantól éreztük azt kicsit, hogy hú, bezd meg, megszorongattátok a tökeinket. Volt is nagyobb vita a rendvédelmen belül, voltak nálunk is ugye elszúrások, nagyon jó akciók, nagyon jó levezetések, meg volt az ellenkezője is. De hát azt kell mondanom, minden egyes napon legalább megmozgattatok szerintem 100 rendvédelmist, ha nem többet. Szerintem a mai nap mozgattátok meg amúgy a legtöbbet, mert annyi ember volt most is az elkapásnál, hogy igazából minigánnal is lehettetek volna konkrétan. Akkor is basszus golyófogóként meghal az első 60 ember, és kész. De tényleg most is a rendvédelmi vezetők összeültek, ott volt az összes nagyobb fejes, senki nem hiányzott, a főlídertől fogva mindenki. És azt, hogy messziről irányítottuk a dolgokat, és mostanában azért ilyen nem volt. Megmutatta a rendvédelem gyengeségét, erősségét, azt is megmutattátok, hogy amúgy lehet erpézni, szerintem azért mi is most erpéztünk. Talán most még mi sem hibáztunk az előzőhöz képest, úgy, ami kicsit jailt érdemelt volna, vagy stb. És hát most is meg lehet nézni, hogy szerintem ezt jól összehoztátok. Attól függetlenül, hogy szerintem így most a végén buktátok. Hát azért elmondom neked, egy román rendszámos kis sprinter valamelyre tart. Még furikázik a városban. Kettő van, gyerekkel. De eleve ez csak volt a cél, hogy ezt nem visszük tovább. Igen, meg tehát ezt alapból be akartuk fejezni. Egy, kettő, én sokkal jobban örülök annak, és direkt nem is akartam lövöldözésbe se belemenni. Sokkal jobban örülök annak, hogy elkapás a vége. Tehát most oké, megúsztuk volna, akkor megint jött volna fél év ötletelés, hogy milyen újjal drukkoljunk elő. Mert egyébként nekünk is kurva nehéz, mert ugye ez a harmadik illegál sorozat úgymond, és nehéz mind a háromba újat mutatni. Kurva nehéz. Ha most is megnézitek a chatet, Zén be is linkelte, ő profi volt és meg is örökítette.
Konkrétan azt értétek el, hogy innen irányítottuk a csetet. Szerintem az én logcsetem olyan hosszú basszus, hogy egybe bele se fér, úgy pörgött a rádió. Azt a kúl. Ez mondjuk le. Mutassátok már. Ez az? Ez nagyon komoly. Ja. Ezt a képet, azt láttam. Elmész tényleg? Innen. És tényleg, tényleg megnézitek, tech, NNI, NAV, PD, honvédség, mindenkét volt. Ez nagyon komoly. Senki sem maradt ki. Ja, már beküldtétek, akkor nem küldöm be. Ez komoly. Mi volt a hiba? Azt elmondtuk, hogy Ivánó mai nap 115-ször ordibálta kifele, hogy haló, elraboltak, hívják a rendőrséget. Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And I...
through the highways till my shadow turns to sun rays, and on and on we'll go. And we'll grow in number, fuel.